Na, sziasztok srácok, üdv a csatornán! Keeper Papa jelentkezik egy ilyen mondbemutatóval. Gyakorlatilag ugye végre kész van az a modcsomag, amit ugye a szerveren fogunk használni, tehát gyakorlatilag ezzel fogjuk felpecselni a szervert, és ezek a járművek bele fognak kerülni a többi jármű közé. Mielőtt belekezdenék a dolgokba, de igen, jól olvastad egyébként, egyedi admin járművek kerültek be a játékba. Meg fogom őket mutatni, de először elmondom azt, hogy következő videóban lesz egy tutoriál videó, amiben el fogok részletesen mindent mondani, hogy milyen folyamattal tudjátok azt megoldani, hogy fel tudjátok jönni a szerverre. Oké, el fogom mondani, hogy ezt honnan töltitek le, azt honnan töltitek le, de egyébként nem kell megérni, az összes jármű be lesz rakva egy darab fájlba, és az fel lesz töltve egy fájl megosztóra, gyakorlatilag leszeded az egészet, és akkor bemásodod, mondd ma papa is már is működni fog, és már is jöhetsz a szerverre. Szóval, na, jó, igazából a modokat, amiket itt láttok, kivéve pár mod, ami hátul helyezkedik el ott az épület mögött, mert azt a végén szeretném megmutatni, mert azok az egyedi admin járművek. Ezeket, hogy ti küldtétek be majdnem az összeset, néhányat én válogattam be, de szeretném megmutatni nektek. Oké, gyerekek? Nem tudom, hogy ki szálljak egyáltalán most. Itt végigmegyünk. Látjátok, hogy itt van egy Kirovec K700-as. Ami egész kis pavásan néz ki. Annyit változtattam rajta ezen, hogy oda raktam egy ilyen vörös csillagot, meg egy keeper fejet. Néhány járműben így textúrát módosítottam, mert nem tudom így, hogy kicsit egyedibb legyen, ugye a szerverhez illeszkedjen, vagy valami ilyesmi. Van egy Rába 300-asunk, nagyon-nagyon szép, kis zöld, ugye? A Rába 300-as az ugye már nem Rába Steiger, hanem ugye az már sima Rába. Van egy 245-ös Rába Steigerünk, ami szintén szép, ugye nézegettünk már ezelőtt modokat, Rába Steiger modokat ezelőtti részben, de ez nekem jobban tetszett. Ez később küldte egy srác, és nekem ez jobban tetszett, egész jó ki van, ki van vitelezve, úristen, mit beszélsz képen? Na, de lényeg, hogy ez maradjon néz ki. Kicsit rozsdás, kicsit olyan, tudjátok, magyar valóság. Hoztam magammal egy Zetort, ezt én választottam be, mivel ugye ezt én nagyon sokat használtam a új laki mentésbe, és onnan hoztam át, mivel nagyon-nagyon szerettem. Na, van az UTB, ugye ez a szép kis UTB, ezt is nagyon szerettem abban a mentésbe. Ugye ezek nem túl erős traktorok, de esetleg ilyen erdészeti célra, vagy ilyesmire használható. Főleg ugye itt van ez az MTZ 82-es kis nagykabinos, amin ugye már van rakodó, és gyakorlatilag ezért ugye tök jó lehet majd az erdőbe csapatni vele. Kicsi fordul egy jó kis gép. Van egy Dutra D4K-nk, ami szintén egész kis kellemes. Van egy Kawasaki 650-es cross motorunk, inkább enduro, nem cross. Ezzel, hogyha lehet, akkor így, vagy lehet bele esetleg ide oda futkozni, hogy a pályán. Van egy ilyenünk, ez egy Pontiac Transam, Firebird, ugye? Firebird. Igen. Bekerült egy 1002-es zsigoli, ugye ezt ismerős lehet, aki nézte a sorozatomat, az új lakit, és nem lesz vége az új laki sorozatnak, ne kérdezzétek meg többet, csak most körülbelül ez két napig tartott nekem, mire ezt összemakiztam ezt a módpakot, meg így beállítottam, meg ugye a textúrákat módosítottam, meg egy csomó mindent. Na, ugye itt van, ezek voltak a retro gépek ott. Itt voltak ugye ilyen személyautók, ilyesmik. Itt vannak a nyerges vontatók. Nyerges vontató, Kamaz. Bekerült a Kamaz, bekerült a Scania. A Scaniáról ugye azt érdemes tudni, hogy ez egy off-road verzió. 6x6-os, meg még ráadásul fel lehet rá rakni bármilyen ilyen függesztető cuccot, akár fűnyírót, vagy egy pármit, nagyon sok mindent, ugye mindent igazából, mint egy traktorra fel lehet rakni az elejére. Meg még raktunk ide be nekünk egy, van egy, itt egy ilyen nagy krozunk is, 285B, ha jól tudom. Hát ez is egy ikonikus jármű, gondoltam, akkor már berakom, nekem nagyon tetszik. Keeper Trans, 150 ezer literes, vagyis egységnyi befogadó képességű, izé-bizé, mindjárt mutatom mi, pótkocsi, az az érdekes, hogy ez a textúrát így elfordítja, hogyha távolabb megyünk, de ha közelebb, akkor így néz ki Keeper Trans. Néhány textúrát így módosítgattam. Igen, és ez egész jól illeszkedik ugye például a Scania-hoz, bár megmondom őszintén, ez azt hiszem, hogy egy amerikai stílusú vontatmány. Az a lényeg, 150 ezer fér bele, ugye nagyobb, mint amik vannak fent a szerveren, lehet vele esetleg akkor csapatni. Jó. Ugye, és ezt természetesen be lehet akasztani mindent a Kamazra is, meg a Krazra Kamazra is, és a Krazra is. Jó, oké, akkor ezek lettek a nyergesek, azaz egy pót került be, pótot nem nagyon akartam sokat, hát minek, hiszen... Ja, és ez a pót, ez ugye gravel, meg mindenféle szállítására jó, nagyon, nagyon sok anyag, modolt cuccok mindenfélére jó. Bekerült ugye ez a kéz, írtátok, hogy ne csészt mondjak neki, hanem kéz.
bekerült egy ez a kéz, ez nagyon-nagyon pöpec kis jármű, ugye? Ezt láttátok az előző részbe. Bekerült a klassz. És ez nem, ezelőtt elkerült a figyelmem, hogy ez tud egy ilyet. Hogy így át tudja fordítani a kabint a másik irányba, és akkor gyakorlatilag ugyanúgy, mint valami targonca, vagy akár micsoda így szépen így működhet. Most visszafordítom, és kiszállok, és fajna verd a gyerekek. Na, és akkor ugye itt van a fent, ami szintén ugye átfordítható menetirányú, ez is ugye ezt már mutattam az előző részben, ezeket nem bemutatni akarom, csak így elmondani, hogy mik kerültek be. Bekerült a permetező, jó lesz ez a permetező, én úgy érzem. Bekerült ez a mega nagy daráló, át kicsit textúra módosítás annyi, hogy ugye Keeper Woodwork Corporation-ös matrica került rá a Jans fölé, szerintem így egy kicsit, nem tudom, egy kicsit egy hangulatosabb, ugye, ezek voltak, de ott voltak ugye az új traktorok, ott voltak a nyerges vontatók, ott egy permetező, itt van a fa cuccoz, csak ez került be, viszont terrautókhoz bekerült ez a három. Ugye azért mondom, hogy három, mert ennek a két uralnak egészen más a platója, plató része. És bekerült a kamasz. És a kamaszhoz is van egy pórkocsi, amit most ide nem raktam be, azt tudjátok, láttátok az előző részbe. De egyébként bármilyen pótkocsit utárnunk lehet akasztani, bármelyiknek is, akár mennyit ugye sorba lehet őket fűzni. Például ugye a két uralnak van külön pótkocsia is, hozzáillő pótkocsia. Na, akkor nézzük. Betakarítógépek. Bekerült ez a Lexion, kettő darab Lexion, 780-as, annyi a különbség a kettő között, hogy az egyik az trekkes, a másik az kerekes. Szóval az egyikre raktam vágóasztalt, ugye csomó vágóasztal is bekerült hozzájuk ezekkel a gépekkel. Igazából nem akartam több betakarítógépet egyelőre berakni, szerintem ez bőven elég, úgyis egy van összesen az egész szerveren, egyet használunk. Igen, és így néz ki, és nagyon-nagyon kis babás, ugye ennyi, hogy az egy, ez trekkes, vagy trakkos, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt a lánctalpat, gumitalpat. Ez meg ugye kerekes. Na, és akkor gyerekek, lassan körbe is érünk, ugye bekerül ez a két pótkocsi. Az a két pótkocsi ugye gyakorlatilag az uraloknak a pótja, de egy bármi után felakasztható bármilyen traktor, vagy bármi után egy kicsit változatosabbá teszi ugye a játékmenetet. Na gyerekek, igazából ennyi jármű került be, nagyon szuper járművek, ugye nagyon high-tech járművek is kerültek be, nyerges vontatóba is került be, high-tech is, old school is, autók egyelőre ennyi, meg még mutatom mindjárt, mert egyedi army járművek, mondtam, old school traktorok, ugye, ezek is szerintem nagyon kis babák, egyébként azt hiszem, hogy az Etorra is raktam egy ilyen Keeper logót, látjátok, néhány helyre raktam, ott is Keeper logó, ugye az Etorra, néhány helyre raktam érdekes ilyen kis dolgokat, amiket lehet, hogy csak akkor vesztek észre, hogyha nagyon figyelmesek vagytok. Várjatok? Nem ebbe akartam átjönni. Igen, igen. Várjatok egy pillanat. Jó, mindegy, belekeveredtem. Az a lényeg, hogy vannak elrejtve még ezen kívül is elég sok érdekesség. Hogyha esetleg figyelmesek vagytok tényleg, akkor azt észre fogjátok venni. Különböző textúra, módosításokat ide-oda azért elpakolgattam. Na, gyerekek, akkor még annyi, hogy ugye amire szerintem kíváncsiak vagytok, hogy egyedi admin járművek. Ugye három darab admin van a szerverem. Attól függetlenül ugye, hogy Gangster és Józsi nincsen olyan jóban, én úgy gondoltam, hogy mind a kettőjüknek és magamnak is csinálok egy egyedi járművet, mind a három nagyon pöbec lett, remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Ugye Gangsternek is csináltam egyet, Jósinak is csináltam egyet, és magamnak is csináltam egyet, most direkt háttal megyek oda, és szeretném megmutatni nektek, ki fogjuk próbálni őket, nagyon kis pöpecek, és ha megfordulok, elvileg meg is látjuk őket. Itt vannak. Sorban megmutatom mindenkiét, oké? Mondjuk mutatom az enyémet, mert önző vagyok. Beszállok, hang le van véve, mert nagyon-nagyon hangosak, főleg ezek az ERC-k. Ugye ez egy Ford ERC, Keeper felirat, Keeper logó a tetején, amint látjátok. Danger Zombies, ugye ez a tipikus, ugye a csatornaképemen van ilyen felirat. Keeper-ös rendszám, itt is Danger Zombies, ott is Keeper, ott van a zombies logó ugye az elején, és most jó, oké, visszarakom a hangot. Hol van? 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 Hol van
Visszavagyunk, gyerekek, visszavagyunk. Nagyon frankó Verda. Jajjaj. Na gyerekek, itt van ugye Keeper-ös Verda. Természetesen nem csak én járhatok vele, de hogyha egy maszkálok a szerveren, akkor valószínűleg ezt fogom használni. Jön a következő. Most ne a VRC-vel foglalkozzunk, direkt nem nézzünk rá. Józsi korakának típus, ezért úgy gondoltam, hogy ő neki egy ilyet csinálok. Ez egy ilyen offroad verseny Verda, ugye Hozé 06-os feliratokat kreáltam rá. Először megmondom őszintén, abszolút vodkás feliratokra gondoltam, mivel ő nagy vodkás, de úgy gondoltam, hogy ez meg jobban megfelel. Meg azért gondoltam, hogy nem egy személyi autót csinálok neki, hanem egy ilyet, mivel ezzel dolgozni is lehet, esetleg ugye kisebb dolgokra tudja használni, hogyha esetleg akarja. Offroad, ugye, Hozé. Elég gyors, mert 100 körül el is tud tépni. Nagyon jó irányítható, és még ráadásul ilyet is tud, gyerekek, ugye? Tud vontatni is, ami akár gyakorlatilag egy dollit is fel tud, vagy egy nyergest is el tud belevinni. És mindjárt meglátjátok, hogy ő nem olyan durván gyorsul, ugye ez inkább egy ilyen truck. De egész kellemesen megy. Ilyen. Ez ő neki készült. Ledobtuk magunkról. Na, így néz ki az övé. És tényleg ő szerintem inkább jobban szereti az ilyen verdákat, mint az ilyen kis VRC-ket. És akkor jöjjön Gangsternek a verdája. Na, itt leszállok. Gangster verdája. Ugye ott a fejjel dominál, ezért gyakorlatilag a csatorna képe, ami van, az index képe, azt elkértem tőle, elmentettem és átalakítottam ilyenné, ilyen fehér-feketévé, hogy illeszkedjen a magához a járműnek a stílusához, így ugye fekete-fehér elég sok van, mert ugye gangster felirat itt is, ott is, ugye természetesen a rendszám is, és most felugrok a tetejére és a autó tetején is, és ott is ugye gangster felirat, és ugye csapatunk vele egyet, és ugye is, az látszik. Nem akartam színesbe kirakni, hanem inkább így, mert itt baromira illik az autóhoz. Jaj, stoj! Aj. Ugye ő Volkswagen-es, és azért lett neki Volkswagen, mert ugye egy Passatja van, sajnos Passatot nem tartom a játékhoz normálisan, ezért inkább egy VRC. Póló. Lehet vele driptelni, nagyon szépen megy. Driptelni, nem driptelni. Ez sok volt. Tudjátok, mi jut eszembe erről? Easy lap. Easy right. Hard right. Easy lap. Egyenesen szándékosan. Ujjjjj, beze. Ez amikor egy úton mész. Nagyon rally verseny, nem gyerek, nagyon rally verseny.
Na gyerekek, igen, itt van az ő autója, szóval az Arvinoknak külön személyes autókkal készültem, és remélem, hogy tetszik nektek a többi mód is, ugye, amik itt vannak, szerintem nagyon pöpecek, ugye tényleg, aki szereti a high-tech gépeket, meg aki szereti inkább, ugye az új, ez kellett, terútók is kerültek be, új nyergesek is kerültek be, minden megpróbáltam beválogatni olyat, ami ugye használható, és ezután fog következni egy olyan videó, amiben részletesen el fogom mondani, és meg fogom mutatni, hogy hogy tudtok mindent letölteni, és hogy tudtok mindent beállítani, hogy fel tudjatok jönni a szerverre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a videó, jók legyetek, sziasztok!